Áder János Magyarország köztársasági elnöke és Zuzana Csaputová szlovák államfő jelenlétében adták át a teljesen felújított Rákóczi kastélyt Borsiban. Második Rákóczi Ferenc szülőháza nagyszabású népművészeti műsor kíséretében nyílt meg a vezérlő fejedelem születésének 345. évfordulóján. A szlovák államfő a rendezvényen kiemelte, a közös múlt nagyjai iránti tisztelet egy olyan érték, amelyet a nemzetek közötti határok nem korlátozhatnak, nem zárhatnak le, mert országaink az európai közösség tagállamai. Azon túl, hogy megújult egy építészeti és történeti szempontból is jelentős építmény, egy olyan szimbólum született, amely számunkra hozzáadott értéket képvisel. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a hosszú, sok évszázados közös múltnak már nem megosztania kellene bennünket, hanem mint az Európai Unió szomszédos tagországait össze kell bennünket kötnie, mondta Zuzana Csaputová. A történelmi örökséggel minden új nemzedéknek feladata van. Erről már Áder János beszélt. A köztársasági elnök hozzátette, ezért volt becsületbeli ügyünk helyreállítani II. Rákóczi Ferenc borsi várkastélyát, hogy az végre méltó lehessen saját szelleméhez, saját történetéhez és a családhoz, amely egykoron birtokolta. Az elmúlt esztendők során sok-sok egyeztetésből, kölcsönös megállapodásból, határokon átívelő munkából, áldozatvállalásból és a két ország közös akaratából végre újjá születhetett Borsi kastélya. Szlovákok és magyarok együtt alkottunk újjá valamit, ami már régóta több figyelmet érdemelt volna. Közös felelősségünk, hogy a megszépült kastély betöltse hivatását, és olyan hely legyen, ahol összeér múlt és jelen. A beruházásnak nem csak a reneszánszkori kastély és a fejedelem emlékének méltó megőrzése volt a célja, hanem a szlovák-magyar határmenti régió idegenforgalmának fejlesztése is. Kárpát-medence egyik legszebb reneszánsz műemléke, másrészt pedig nagyon különleges vonzóereje lesz a kiállításnak, második Rákóczi Ferencet és korát bemutató nagyszerű kiállítás, de olyan különlegességek is lesznek, mint egy 360 fokos körpanoráma vetítő, egy virtuális valóságszoba, egy szabadulószoba, de a jövőben még idén egy tanúsfényt fogunk készíteni a kicsi erdőn keresztül, lesz egy kreatív Rákóczi tematikájú játszótér, és még egy vízitábor is a Bodrogparton. Amint egy 1200 lelket számláló, jelentős részben magyarok lakta Borsi kastélyának, második Rákóczi Ferenc szülőhelyének helyreállításáért, még 2013-ban vállalt védnökséget Áder János magyar és Ivan Gasparovics akkori szlovák államfő. A beruházást a magyar kormány 3 milliárd forinttal támogatta.